Tavaly nagy változást és ezzel könnyebbséget hozott az adófizetők életébe, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal készítette el a személyi jövedelemadó bevallásokat a rendelkezésre álló információk alapján az elkészült dokumentumokat pedig az adófizetők elektronikus úton az ügyfélkapunk keresztül néhány kattintással megnézhették és akár módosíthatták is, vagy egyszerűen jóváhagyhatták azt. Az Európai Unióban is egyedülálló rendszert azonban folyamatosan fejleszteni kívánja a NAV, és minden olyan bevallás kitöltését átveszi majd a hivatal, amelyet csak lehet. Így 2018-tól már az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek és a mezőgazdasági őstermelők helyett is az adóhivatal készíti el a dokumentumokat. Utóbbiak számára ez kifejezetten nagy könnyítést jelent akik elfogadják a navátal elkészített ügyfélkapura kiküldött bevallásokat, és nem kívánnak azon módosítani, hogy nagyon sokat jelent, mert neki semmi tennivalója nincs, akinek van ügyfélkapuja, ha az adatforgalmat látva a nap összeállít egy elkészített adóbevallást, és ha azzal a tulajdonos, a gazda egyetét, akkor semmi tennivalója nincs. Ha lát olyanokat, amit költségként el tudna Számolni, és az az ő javát szolgálja, nyilván akkor ezt jelzi, és akkor kell készíteni egy adóbevallást, de ez azoknak, akik kisforgalmat rendez, de a ezer forintot meghaladja, egy nagy könnyebbséget jelent, hogy neki semmit tenni valógen. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a változás csak nem 350 ezer adózót mentesít a bevallás készítési kötelezettség alól.